Heves megyében 18 iskola 97 csapata nevezett az országos mesevetélkedőre. Közülük a legjobb 11 jutott a hatfordulós játék elődöntőjébe, amelyet az Egri Kulturális és Művészeti Központ rendezett a Költészet napján. Minden alkalommal 3 mesét kaptak meg előre a gyerekek, azok alapján kellett felkészülniük. A megyei döntőre külön feladatként rajzot is kellett készíteni. Korábbi fordulóra volt, hogy varázsigét találtak ki a gyerekek. A legfő persze maga az olvasás. Délutánonként készültünk egy-egy órát, és mesékből tett a tanárnénink fel kérdéseket, és különféle feladatokat. A 10 meséhez kapcsolódó feladatok között villámkérdés, keresztrejtvény, igaz-hamis játék is szerepelt. Nekem nagyon tetszettek, nagyon érdekesek ezek a mesék, és fordulatosak is. Mindig valami nagyon érdekes történik bennük. A közel 20 éves vetélkedő fő célja, hogy felkeltse az érdeklődést a mesék világa iránt. Az iskolában még azért a napköziben, főleg a délutáni alkalmakkor ugye az olvasás az mindig jelen van. Ha azt veszük, akkor az irodalomórákon is vagy mesék, vagy versek, vagy egyéb más költemények formájában azért foglalkoznak az olvasással, és úgy gondolom, hogy kell is foglalkozni, tehát ne csak a számítógép és a mobiltelefon legyen, tehát ne csak a virtuális világban éljünk. A megyei fordulóban a Mérai Gumimacik csapata teljesített a legjobban, ők indulhatnak az országos döntőben május 18-án Szegeden. A Tarna Mérai Általános Iskola a vetélkedő történetében ezzel már harmadszor képviseli Heves megyét a legjobbak között.